Én nem tudom, miért történt mindez így. Melyik volt a döntő pillanat, ami összefűz most két utat? Te láttad szívem őrült vágyait, ami annyi fájó éven át láncra verve társra nem talált. Minden csillag porrá hullhat szét, jöhet bármi szörnyű vég. Érteni élni, vélet halni, ezért jöttem én. Nyughatatlan szívem csak rád várt, túlélhet száz lót halált. Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárgyalsz, amit szemeddel sejtesz, szíveddel tárgyalsz. A szerelemben mondják bele holva kiél, de úgy kell a boldogság, mint egy falánkjel. Ezen gondolatok jegyében köszöntöm nagy szeretettel a házasulamunkat, tanulinkat és minden megjelenkkel vagy semmilyen. Mindenütt a világon a legszebbenek közé tartozik, amikor két egymásra talált boldog ember örökségeket fog egymásnak. Szövetséget köt a szépre, a jóra, egy igaz boldog életre. A házasságkötésüket megelőző eljárás lefolytattam, a bemutatott iratokat megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy házasságkötésüknek törvényi akadályának is. Ahhoz azonban, hogy ez a házasság létrejöhessen, az szükséges, hogy előttem és választottam mindkettőt. Az önökhöz intézett kérdésemre egybehangzóan, jól érthetően és egyetlen szóval válaszoljon. Kérem, hogy ehhez a szép pillanathoz szíveskedjenek mindannyian. Jelent jelen Gyarmati Andrea, hogy az itt jelenlévő Soltész Gergővel házasságot kötött. Igen. Kijelenti el Soltész Gergő, hogy az itt jelenlévő Gyarmati Andreával házasságot kötött. Igen. Megállapítom, hogy Soltészné Gyarmati Andrea és Soltész Gergő a polgári törvénykönyv értelmében házastársa. Jöttem, hidd el, bármi ér, te értem születtél. Lám kiderült, hogy minden így volt jó. Elfeledek bánatot, csalást, most hogy tudom végül rám talál. A szívemben a dal csak érted szól. Szerelmünk egy ezred éve tart, minden vágyam csak te hozzád hajt. Hát vedd kezed, vedd mindened, egy perc a végzetünk. Ó, ányölelés, ancsók az életünk.
születtél. Ha tényleg valami bár.